Évente most már 1 millió látogató jön el futni, túrázni, pihenni a normafához, ám eddig nem volt olyan központ, ahol információt, térképet, túrajavaslatot vagy eszközöket kaphattak volna az emberek a szabadidő kellemes eltöltéséhez. Az önkormányzat építési telkén most egy olyan komplex épületegyüttest hoznak létre, amelyik minden fontos funkciót befogad. Lesz benne egy mindenki számára látogatható öltöző, zuhanyzó szekrényekkel, tehát egy reggeli kocogásra fel lehet úgy jönni, hogy utána az ember tovább tud menni dolgozni. Lesz benne egy sportszerkölcsönző, nagyon régi igény, amikor télen feljönnek és szembesülnek a kirándulók, hogy itt hó van, akkor egy szánkót, egy sílécet akkor itt tudnak kölcsönözni, nyáron meg kerékpárt, görkorcsolyát, rollert, hiszen ezekre is jó lehetőség van a normafán. Ebben az épületben még amellett, hogy a nagy közönséget szolgálja, végre méltó helyre kerül a Normafa Park fenntartó intézmény, elzárva a látogatóktól a másik oldalon létrejön az a telephely, ahol tényleg korszerűen tudjuk az anyagainkat tárolni és az eszközeinket. A területen egy másik felújított műemléképület is nyitva áll majd a látogatók előtt. Itt kapnak többek között információkat, térképeket, programajánlatokat. Ez egy század előn épült szép hegyvidéki villa, ami mindig is azt szolgálta, nyilván a tulajdonosai azért építették, mert szerették ezt a szép környezetet, ezért ebben került kialakításra az a látogató központ, ahova mindenki be tud jönni egy-egy túrainformációért, tanácsért, egy kis kávézót is kialakítunk, le lehet ülni, meg lehet pihenni, illetve a falakon egy kis normafa sporttörténeti kiállítás is helyet fog kapni, hiszen több mint 100 éve használják nem csak kirándulásra, hanem számtalan sportra, mint télen, mint nyáron a budapesti lakók. A normafa kapujaként megismert épületegyüttes már szerkezetkész állapotban van. Télen és tavasszal a belső munkákat végzik el a szakemberek, az átadásra várhatóan 2020 nyarán kerül sor. Nagy forgalomra és zsúfoltságra lehet számítani a temetők környékén és az utakon a következő napokban. Minden Szentek és Halottak napja előtt sokan már ezen a hétvégén felkeresik elhunyt szeretteik nyughelyét. Sok helyen a forgalmi rend is változik. Ilyenkor megnő a balesetek kialakulásának kockázata. Éppen ezért a rendőrség azt kéri a sofőröktől, hogy óvatosabban vezessenek. Arra kérünk mindenkit, hogy az utat úgy tervezze meg, hogy időben odaérjen és időben hazaérjen, ne az úton próbálja meg a lemaradást behozni, mert az soha nem vezet jóra. És végső soron pedig azt szeretném mondani, hogy a hétvégén kegyelet az elhunytak emlékének, és tisztelet a közlekedésben az élőknek, kicsivel nagyobb követési távolság, kicsivel kisebb sebesség, hogy mindenki biztonságban hazaérjen. Több lehet a zsebtolvaj és a virágtolvaj a temetők környékén Minden Szentek és Halottak napja előtt. Éppen ezért a rendőrség mindenkitől azt kéri, hogy jobban vigyázzon az értékeire. Már az otthonról való távozás az az első sarkalatos pont, hogy a biztonságot be kell tartani, az ingatlannak a védelme, az, hogy pontosan be kell zárni mindent, oda kell figyelni, ha van riasztó, élesíteni. Ez követően az utcán történő közlekedés. Ha valaki tömegközlekedési eszközökkel megy, ugye a bűnügyi szolgálat, a bűnmegelőzés mindig azt mondja, hogy a vagyonvédelem a legfontosabb, azt mondja, az értékeinket, amit magunknál tartunk ebben az időszakban is, azok mindig kontroll alatt legyenek a tömegközlekedési eszközökön, az utcákon, és egyébként a temetőben is. Ha gépjárművel megyünk, a gépjármű esetében pedig nagyon fontos momentum az, hogy a parkolás miként zajlik. Az, hogy őrzött parkolóban legyen, ha esetleg olyan van, hogy nem őrzött, de mondjuk egy kivilágított parkoló, ami késő órákban is még, vagy késő esti órákban is még kivilágított lehetőséget ad a parkolásra. Nagyon fontos az is, hogy a gépocsiban értéket ne hagyjunk. A közelgő Minden Szentek és Halottak napja idején fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani a közutakon és a temetők környékén. A rendőrök munkáját polgárőrök is segítik majd. A polgárőrök a rendőrökkel közösen, illetve önállóan fogják segíteni a temetők környékén a forgalom irányítását, és természetesen segíteni fogják a temetőkön belül a temetők rendjének fenntartását. A budapesti temetők Minden Szentek és Halottak napja alkalmából hosszabb ideig tartanak majd nyitva.